Egy fagylaltüzemben jöttünk, egy laboratóriumba, hogy az olaszok mondják, meg szeretnénk nézni, hogy hogyan készül egy kézműves fagyi, és mi a különbség a kézműves és a nem kézműves fagyi között. Van benne cukor, hát a hozzávaló benne vannak. De azért kézműves fagylalt a kézműves fagylalt, mert minden egyes tégelyt az első pillanattól az utolsó pillanatig a díszítésig saját magunk készítjük el. Azaz tégelyenként készülnek a fagylaltok. És akkor innen már csak ide megy be. Minden egyes alapanyagot kimérünk, összerakjuk géppel, összekeverjük, és majd a legvégén itt a háttérben látszik is egy nagy fagylalt fagyasztó, beöntjük, és a végén meg fogjátok látni, megkapjuk a végeredményt, a fagylaltot. Ezt egy picit így izőjében mondom, hogy nyers fagylalt érkezik meg, ez olyan mínusz 9 fokos, amit utána pedig beteszünk a sokkolóba, ahol le fogjuk hűteni mínusz 35, mínusz 40 fokra, ekkor a fagylalt egy kérget fog kapni, és ettől fog állni a fagylalt úgy abban az állapotában, amit majd a végén fel fogunk tudni díszíteni. Az általunk készített és sokunk által készített fagylaltban, gyümölcsfagylaltban 100% gyümölcs van. A 100% gyümölcs az azt jelenti, hogy ha eperfagylaltot készítünk, akkor valós epret teszünk bele. Ez lehet mirelit eper is, meg lehet friss eper is. Ez a szezontól függ. Tehát most jelen pillanatban nincs itt a szezon, tehát a friss epret azt egy kicsiket a struktúra miatt tesszük bele, meg a díszítés miatt tesszük bele, de hát sajnos még a mirelit eper a sokkal finomabb, zavatosabb. Az össz tömegéhez képest a 30-35% a gyümölcs tartalom. Május 8-a, tehát 5-on 8-a, az a nagy fagylalt napja. Két társam találtak ki, és az ő ötletük volt most már lassan 10 éve, hogy legyen egy ilyen nap. Akkor egy ilyen karitatív jellegű gondolat volt mögötte, hogy a fagylalt eljusson azokhoz az emberekhez is, akikhez amúgy nem tud eljutni a fagylalt. És itt volt egy ilyen kezdeményező, felkerestünk iskolákat, különböző intézményeket, és ott megajándékozták fagylalttal. De mára már annyira kikerekedett a fagylalt napja, hogy ha jól tudom, kb. 500-550 fagylaltozó mögé állt, és ezen a napon mi most féláron fogjuk adni a fagylaltot. Persze megmaradt a karitatív vonala is, hiszen reggel vagy délelőtt majdnem minden fagylaltos valakinek vagy valakiknek, ilyen közösségeknek el fog vinni valamennyi fagylaltot, és őket meg fogja ajándékozni. Ha mindent összevetek, én minden fagylaltot megkóstolok, ezért lettem fagylaltos. Valószínűleg a sor végén. Medencei állam.